Centrumban a bűnmegelőzés és centrumban a bűnmegelőzés és az építészet. Egy nagyon izgalmas kőbányai akcióról folyamatosan beszámolunk itt a csatornán, és most arra vagyunk kíváncsiak, hol tart a folyamat, hol tart a legyen tered, ha úgy tetszik, mozgalom vagy akció, hol tartanak? Nevezzük inkább akciónak, ami reméljük, hogy nem egyszerű, hanem megismételhető, és mintaként szolgál mind Kőbánya, mind Budapest részére. Egy kezdeti státusz után beindult maga a projektnek az előkészítése. A Legyen Tered hosszas egyeztetésekkel indult, talált egy területet Kőbánya város önkormányzata, melyet kijelölték, az Ónodi utca, Kolozsvári utca által határolt közterületet. Ennek a területnek a felmérése megtörtént, a fák, az utcák, a növényzet, a bútorok, a környező épületek meghatározása. Különböző lakossági érdeklődések, felmérések, közvéleménykutatások után meghatározták az építési programot, hogy mit szeretnének a területen megvalósítani, és jelen pillanatban már a vázlatterveknél tartunk, melyet a mai napon be is bemutatunk az önkormányzat részére, és itt megvizsgáljuk közösen, hogy mely területen mi lehet megvalósítható, mint a bűnmegelőzési szempontból, mind a lakossági oldalról megközelítve. A bűnmegelőzés az voltak éppen ugye a szakemberek számára nagyon is otthon van ezekben a programokban, de a közvélemény számára azért ez még egy elég új terület, hogy mit is keres a bűnmegelőzés mondjuk egy játszótér vagy egy köztéri park felújításánál. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a filozófia vagy ez a hozzáállás egy viszonylag új megközelítés Magyarországon. 2013-ban, amikor elfogadták a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát, akkor egy új jelenségként került be a kormányhatározat szövegébe. Első lépésként maga a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács is a módszertan felkutatásával kezdett el foglalkozni. Ennek során vontuk be a Lechner Tudás Központot, mint szakértő munkatársat, és azóta is velük együtt keressük azokat a külföldi példákat, amelyek hazai viszonylatba is átültethetőek. Az építészeti bűnmegelőzés alap filozófiája talán abból vezethető le, hogy egy bűncselekmény elkövetéséhez nem csak elkövetőre és áldozatra van szükség, hanem egy alkalomra, egy helyszínre is. Az esetek nagy részében bizonyos bűncselekmény típusoknál ez a terület a közterület. És ez a szituáció az épített környezet átalakításával, megfelelő módon történő kialakításával, bizonyos elvek úgy, mint bokrok magassága, fák lombkoronáinak a magassága, kerítések átláthatósága, közvilágítás, maga a terület vonz ereje, hogy ott vannak emberek és biztosítják-e saját maguk közösségi kontrollt, tulajdonképpen szituációs, prevenciós eszközként felfoghatóak, és így módon az építészet és a bűnmegelőzés most már szorosan összetud kapcsolódni. A laikus azt gondolná, hogy ezt az egész témakört el lehet intézni azzal, hogy jól bekamerázzák mondjuk azt a környéket, de nem így van. A kamera egy időben rengeteg pro és kontra érv szólt mellette. Én manapság azt mondom, hogy a térfigyelő rendszerek alkalmazása egy a sok megoldás közül, amellyel ha élünk, akkor segítheti a közbiztonság fenntartását. Önmagában azonban nem elegendő. Egy idő után az emberek megszokják, hogy ott van, egy idő után az a média zaj, ami bennünket körülvesz, el tudja tompítani ezek hatását, illetve egy kamera alapvetően nem a megelőzést segíti, hanem sokkal inkább a felderítést. Tehát utólagosan tudunk felvételeket megnézni, és ezáltal visszakereshetővé válnak bizonyos magatartások, bizonyos cselekmények. Ezeket kell kiegészíteni, a kamera melletti eszközhasználatot kell kiegészíteni olyan apróságokkal, finomságokkal, amelyekkel egy közterület, vagy akár egy épület is sokkal biztonságosabbá válhat. Az építészeti bűnmegelőzésben az még nagyon fontos, illetve azt érdemes kihangsúlyozni,
hogy nem feltétlenül elsődleges feladata a bűncselekmények megelőzése, hanem sokkal inkább a szubjektív biztonságérzetünket, ahogy a környezetünkről gondolkodunk, abban érezzük sokkal közelebb magunkat ahhoz az objektív helyzethez, ami a valóság. Ne féljünk jobban egy adott területen, mint amire okunk van, de ne érezzük magunkat sokkal nagyobb biztonságban sem, mint amire egyébként a környezet adottságai köteleznének bennünket. Az építés számára milyen gondolkodást, illetve gondolkodásváltást igényel az, hogy mondjuk megszokta, hogy tervez, teszem azt egy ilyen közterületet, és akkor hirtelen bejönnek ezek az építészet a bűnmegelőzésben témakör szempontjai, mennyire más ez így? Alapvetőleg az építészet nagyon szubjektív. Ugye megrendelők alapján dolgozunk, adott terekkel, adott kialakításokkal, adott igényekkel. Mindig is szerepelt az építészetben a bűnmegelőzés. Ez egy olyan fogalom, melyen mi tudjuk segíteni, alakítani a környezetünket. Tehát a korábbiakban is figyeltünk arra, hogy azok az épületek, építmények, amik teresedést alkotnak, adott területet megváltoztatunk, akár előírásokkal, hivatkozva már a legalapvetőbb önkormányzatok általi határozatokra, ami meghatározza a kerítés magasságot, az építmény magasságot, már mind figyel ezekkel az apró részletekkel arra, hogy a bűnmegelőzést segítse. Tehát mondhatom azt, hogy nem először találkozunk ezzel a kérdéskörrel. Természetesen ezek a szakmai tapasztalatok, amik itt az évtizedek során összegyűltek, és számos külföldi, nagyon jó mintapéldával, hazai példákkal fokozatosan egyre konkrétabb formát tudtak ölteni nekünk, ez egy nagyon jó iránymutató, melyeket tudunk követni. Tehát kifejezetten figyelünk ezekre a pontokra. De természetesen nekünk ugye óriási felelősségünk van, mert mint ahogy említettem, ez egy pszichológiai hatás is az, amit mi teret alkotunk, és úgymond közösséget segítünk egy ilyen térrel. Tehát nagyon fontos azt tudnunk, hogy egy olyan térérzetet adjunk, ami alapvetőleg is biztonságos. Továbbá alkalmazzuk ezeket az eszközöket, amiket említett az előzőekben is. Tehát minden ilyen apróság segíti a mi munkánkat, ellentétben meg kell vizsgálni, hogy ez az adott területen, mert minden terület más, minden területnek más a térspecifikációja, a környezete, hogy ott ebből mit tudunk megvalósítani, hogy az adott helyen, az adott szituációban mi a legmegfelelőbb ezek alkalmazásából. Azok az itinerek, amiket megkapunk, nem biztos, hogy minden esetben egységesen alkalmazhatóak a területen, nekünk az a feladatunk, hogy közösen leszűrjük azokat a pontokat, amelyet itt meg tudunk valósítani. Illetőlegesen egy olyan területet kaptunk például itt Kőbányán, ami egy hatásában egy elég magas kockázati terület. A környezetet, aki ismeri, az nagyon jól tudja, hogy egy elég vegyes közlekedési szempontból is meghatározó terület. A folyamatos átalakulása a környezetnek nagyon fontos. Tehát az, amit most ott kialakítunk, az egy folyamatosan változó környezetben kell megvalósítanunk. Ott kell létrehoznunk olyan berendezéseket, térkialakításokat, ami mind az átmenő forgalomnak, mind az ottani lakóközösségnek, mind a diákoknak, a környezetnek megfelel. Tehát egy nagyon-nagyon összetett és bonyolult szituáció. És ehhez kell hozzáfűznünk azokat, a segítségként nyújtott bűnmegelőzési eszközöket, amikkel egy egészet tudunk alkotni. Úgyhogy szép kihívás. Mitől van az, közben ez jutott eszembe, hogy az ember sétál mondjuk egy ilyen közterület mellett, és akkor hirtelen, anélkül, hogy különösebben gondolkodna róla, úgy érzi, hogy hát azért itt leülnék egy pár percre, és amikor leül, akkor nincs az érzése, hogy állandóan nézegetni kell, vagy a táskáját fogni kell, miközben ott eltölt 2-3 percet. Szóval azt feltételezem, hogy valami ilyesmi lehet a cél, de jól gondolom? Természetesen igen. Igazából elhangzott már, hogy a térképzés az majdhogy nem egy pszichológiai eszköz. Ma már a környezetpszichológia mélyen tanulmányozza azt a kölcsönhatást, amely környezet és ember között kialakul. Tudat alatt érzékeljük a térben a biztonságot, amely eddig talán nem hangzott el fogalomként, de ezt a biztonság érzetet kell egy térnek sugalnia. Hogy egy adott terület ezt hogyan tudja sugalni,
Ezt nagyon nehéz meghatározni, ehhez mindenképpen be kell vonni a lakosságot, ahogy itt is megtörtént, meghallgattuk az ott élő lakosokat, meghallgattuk a diákokat, hiszen generációk, eltérő generációk együttesen fogják használni ezt a területet, illetve természetesen meg kell vizsgálni azt a mikrokörnyezetet, amely ezt a területet körbeveszi. Egy rövid külföldi példát hadd említsek, alapvető alapelve az építészeti bűnmegelőzésnek a karbantartottság. Ha kimegy az ember Berlinbe, akkor azt látja, hogy bizonyos kerületei teljes mértékben graffitivel tarkítottak, és beszélgettem ott egy építész hölgyel, és kérdeztem, hogy ez benneteket nem zavar-e, és közölte, hogy nem, mert náluk az a felfogás, hogy egy adott terület minél több graffitivel bír, az annál szuper coolabb. Tehát, ahogy építészasszony is mondta, nem lehet minden alapelvet csak úgy ráhúzni, ráerőszakolni egy adott területre, hiszen ott az az általános norma, itt ez az általános norma, ehhez mindig igazodni kell. Ha az építészeti bűnmegelőzés történetét és fejlődését tekintjük, akkor az első generációs alapelvek, amely a karbantartottság, világítás, fák, bokrok méretére irányul, a második generációs alapelvekhez képest pont ezt hozta be újításként, hogy a szociális kohéziót, a közösségi kultúrát, az ott élőket megszólítva kell ezeket a területeket kialakítani. Nincsenek egységes, univerzális megoldások, hanem mindig törnünk kell a fejünket, és nagyon fontos, hogy a kivitelezésbe is valahogy majd be kell vonnunk az ott élőket, hiszen a tulajdonosi felelősségérzet akkor alakul ki, ha az ember nem csak megkap egy területet, hanem azért valamit tett. Első lépésnek nagyszerű, hogy bevontuk a tervezésbe az ott élőket, illetve a diákokat, de nagyon fontos lesz az, hogy ők is érezzék, hogy az a terület az övék. A Legyen teret kőbányai projekt tehát folytatódik, a fejleményekről majd beszámolunk, úgyhogy köszönjük szépen, és jöjjenek máskor is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.